Csütörtök este 7 órakor kezdi meg szereplését a második legrangosabb európai kupasorozat. Az Európa Liga selejtezőiben a Paksi FC labdarúgó együttese a román másodosztályú tavalyi kupagyőztes FC Corvinul ellen. A tolnaiak mindössze 3,5 hét alatt készültek fel a találkozóra, ennek ellenére Bognár György szerint csapata megfelelő állapotban fut neki a párharcnak. Nincs nekünk mire várnunk, hogy visszaállunk, tapogatózunk, és majd meglátjuk, hogy az ellenfél milyen játékerőt képvisel. Nincs erre időnk. Nekünk a saját játékunkat kell játszani, neki kell rúlani ennek a feladatnak, és majd meglátjuk, hogy ez hogy tud érvényesülni. A gárda természetesen a győzelemmel lenne elégedett, azonban nem nézik le ellenfelüket. Papíron nyanszni fölényünk lehet, de azt gondolom, hogy ez majd csak tényleg a pályán derül ki, hogy éppen van-e fórunk játékban, vagy nagyon küzdelmes lesz ez a párharc. Én azt gondolom, hogy fölösleges a mérkőzés előtt latolgatni, hogy mi mennyivel vagyunk jobbak, mint az ellenfél. Ilyen például nem vagyunk jobbak, tehát még nyílt ez a küzdelem, azt gondolom. A paksiak legutóbb 2011-ben szerepeltek a kupasorozat selejtezőiben, ahol akkor egészen a harmadik körig jutottak. A klubikonjának számító 25-szörös magyar válogatott csatár Böde Dániel mindhárom párosításban betalált. Az az érdekesség, hogy akkor 3 kört mentünk az Európa Ligába, azt szerintem most mindenki alapítná, hogyha 3 kört tudnánk menni az Európa Ligába. Hát feladat adott, úgyhogy én nem is akarok ezt tényleg összehasonlítani, hogy az akkor itt a mostanival egy feladat van, most ezt az első lépésenből jussunk túl. A párharc romániai visszavágóját július 18-án rendezik. A csütörtöki hazai paksi meccsen teltház fogadja majd a tolnai csapatot.